Nekem a vadászat elsősorban társasági élményt jelent. Nagyon jó dolog egy tavaszi erdőben egyedül cserkelni, amikor az emberrel együtt ébred az erdő, és együtt jön föl a nap, és ott lesni az őzeket, ahogy sétálnak az állékon. De én elsősorban a társasági élményt, a társasági vadászatokat kedvelem. Nagyon szeretem az apró vadászatokat, a fácán vagy vadkacsa vadászatokat, és a hajtó vadászatokat is, de én inkább apró vadra szeretek vadászni, azért, mert nem kell egész nap mondjuk egy vagy két helyen ülni vagy állni, hanem egész nap mozogni lehet. És mindig jók és emlékezetesek maradnak a vadászatokat lezáró társas összejövetelek vagy vacsorák.